Az Egyesült Államok és Európa vámháborújának az amerikai viszkifogyasztók és a skót gyártók is megisszák a levét. Donald Trump ötletére tavaly tavasszal a Washington által kivetett elsősorban acél és alumínium árukra vonatkozó védővámokra válaszul Brüsszel hasonló mértékű terhek bevezetéséről döntött ősszel. Ez érintette a tengeren túli megdrágult bourbon whisky behozatalát, és 20%-kal csökkent annak európai értékesítése. Az Airbus európai repülőgépgyártónak nyújtott tiltott uniós támogatások miatt Trump októberben újabb 7,5 milliárd euró értékű európai termékeket sújtó büntetővámokról döntött. A maláta típusú skót whisky esetében ez 25%-os vámterhet jelent. A Skót Whisky Szövetség vezérigazgatója elmondta, arra számítanak, a magasabb ár miatt sok tengeren túli fogyasztót veszíthetnek, ötödével csökkenhetnek eladásaik. A tavalyi Egyesült Államokba irányuló kivitel elérte még az 1,3 milliárd dollárt. Skóciában az iparág 11 ezer embert foglalkoztat. A vámháború főleg a kisebb lepárlókat hozza nehéz helyzetbe, de a nagyoknál is munkahelyeket veszélyeztet.